Tudományos folyóirathoz méltóan megírt cikkeket adnak közé minden Szabolcs-Szatmár beregi szemlében úgy, hogy olyan szerzőket mutat be eközben a folyóirat, akik szakmájuk jeles alkotói képviselői, hangsúlyozta a szemle főszerkesztője. Karádi Zsolt a folyóirat idei negyedik számát mutatta be a megyei és városi könyvtárban. Annyiban próbáltuk tematizálni, hogy a folyóirat jelen száma elején van néhány szöveg, néhány tanulmány, amely éppen az 50-es évforduló kapcsán szemletörténeti cikkeket tartalmaz. De nem csak a folyóirat korábbi számainak történetéről beszélünk, hanem úgy, mint az előző számokban is, közlünk interjúkat, közlünk szépirodalmi alkotásokat, közlünk történeti tanulmányokat, sőt, úgy gondolom, hogy ez a szám most rendkívül érdekesen alakult, mert közlünk régészeti tanulmányt is, és közlünk természetesen könyvrecenziókat olyan könyvekről, amelyek itt a megyében jelentek meg. A szemle idei negyedik számát a folyóirat 50. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség mutatták be. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a friss kiadvány átfogó képet ad az elmúlt évtizedekről, miközben új témákkal ismerteti olvasóit. Valószínűleg a történelmi érdeklődésemnek köszönhetően nagyon érdekes volt az Állami Egyházügyi Hivatal visel dolgairól szóló tanulmány, illetve egy recenzió, amely hát számomra különösképpen büszkeségek okozó középkori templomok útja legújabb kötetéről szólt, és hát nagyon méltató hangon szólt erről a kiadványról. Ez nekem igazán a szívem csücske, úgyhogy örömmel láttam a recenziót is a lapban. A jubileumi ünnepségen érdeklődők, szemleolvasók és a folyóiratban publikálók is részt vettek. A szemlét én már több mint 25 éve ismerem, forgatom, szakmámból adódóan is, mivel könyvtáros vagyok, és publikálok is a labba. Egy nagyon tartalmas, színvonalas folyóiratnak tartom ezt a lapot, és érdemes forgatni mindenkinek, ezt ajánlom. A Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle elérhető a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban.